Nagyon jó volt veletek dicsőíteni, Dávid. Köszi szépen. Várom, hogy a végén újra folytassuk innen, és remélem, hogy nem egy rossz hír, hogy újra láttok. A jó hír, hogy utoljára. Mert a jó hír számomra, és amire láttok is itt elég lazán, hogy nagyon szeretlek titeket. Nagyon jó itt lenni, egyre jobb itt lenni, de én nekem mennem kell. Nagyon-nagyon vár rám egy pihenés, egy kiadós pihenés a családommal, feleségemmel, gyermekeimmel, és a kávézót is bezártuk két hétre, úgyhogy um, ideje mennem. De azért előtte még átadom, amit Isten a szívemre helyezett. Az elmúlt napokban um, szerintem nagyon fontos dolgokat hallottatok Zolitól, nagyon fontos dolgokat hallottunk Józsiói -Jó életéről, és nagyon jó volt látni, hogy nem csak ültök itt, nem csak hallgatjuk, hallgatjátok a tanítást, nem csak daloltok, hanem azt látom, hogy jelen vagytok. Én azt látom, hogy egyre inkább Isten formál benneteket, látom rajtatok. És hallom a bizonságtételekből, hallom azokból, amiket mástól hallok, vagy ha megkerestetek, és ez Isten dicsőségére van. És Istennek ez, ez tetsző, és Isten dicsőségére van az, hogy ti itt vagytok, és örömét leli ebben. És maradjon is ez így, és olyan jó hallani, hogy a mai este így a bizonyságokról fog szólni. Mert tudjátok, Józsi amikor megérkezett az ígéret földjére, amikor átlépte a Jordánt a néprel, amikor Istent előre engedte, és még csak az első lépteit tette meg az ígéret földjén, először megállt a Jordán közepéről, köveket vettek föl onnan, ahol ember ki nem tudta volna hozni, csak a kiszáradt talaj volt az, a megállt Jordán folyó volt az, amely lehetővé tette azt, és bizonyítéka volt annak, hogy bizony Istennel valamit átéltek, valami hatalmasat. És higgyétek el, amiket most átéltetek az elmúlt estén, a mai ticsőítésben, a héten, bármikor, ami, ami megérintett téged, az nagyon fontos, hogy emlékezz rá. Én nem tudom, hogy el fogod-e mondani ma este, de kérem, hogy vidd magaddal haza. Vidd el azt a követ. És azt mondta Józsué, hogy azért, mert majd megkérdezik tőled, mi ez a kő. És még téged is emlékeztetni fog, hogy hoppá, velem nagy dolgot tett az Úr vidd magaddal haza, érd le magadnak, vésd a fejedbe, mondd el a legjobb barátodnak, mondd el anyukádnak, mondd el apukádnak, mondd el az ifi, ifi lelkészednek, mondd el a gyüli vezetőnek, akinek csak úgy érzed, hogy el kell mondjad, mert hadd bátorítsalak, hogy keres magad mellé másokat. Keres magad mellé olyan mentort, olyan tanítványozót, aki előtted jár, és segít téged. Mert ha elmondod, az erősít téged is, és, és ő, ő nyomon tud téged követni. Nagyon fontos dolog ez. És, és szeretnék pár üzenetet ma is József könyvéből elétek hozni. Röviden, hanem imádkozzak. Uram, köszönöm, hogy olyan jó mélyre menni, olyan jó a te szent szellemedet engedni, hogy a te igédet kijelentse itt vagyunk a világban, amit mindent akar, csak azt nem, hogy az igazság, Uram, a Te igédet megértsük, hogy Tégedet megismerjünk, hogy a Te szereteted beáradjon belénk. De most itt vagyunk, és Te ezt megadod, és ez nekünk ajándék. És kérjük, hogy add meg azt, amire ma szükségünk van. És itt ezeknek a fiúknak, lányoknak, tesóimnak kérlek, hogy add meg azt, amire most szükségük van. Úr Jézus, Te szent lelked által kérem ezt, Amen. Nos, kicsit előre szaladok, és az ígéret földjének első fontos mérföld köve Jerikó volt. Józsué és a nép már átkelt a Jordánon, és a következőt olvassuk Józsué könyvének ötödik fejezetéből. Amikor Józsué Jerikónál volt, föltekintett, és látta, hogy egy férfi áll előtte, kivont karddal a kezében. Oda ment hozzá Józsué, és megkérdezte tőle, közénk tartozó vagy az ellenségeinkhez. Az pedig így felelt. Nem, én az úr seregének a vezére vagyok, éppen most érkeztem. Ekkor Józsué arccal a földre borult előtte, meghajolt, és ezt kérdezte tőle. Mit akar mondani szolgájának az én uram? Az úr seregének a vezére így felett Józsuénak. Old le sarudat a lábadról, mert szent az a hely, ahol állsz. Józsi így is tett. Jerikó olyan alaposan be volt zárva Izrael fia miatt, hogy seki, sebe nem mehetett senki. Ekkor ezt mondta az úr Józsuénak, Lásd, a kezedbe adom Jerikót és királyát vitéz harcosaival együtt. Járjátok hát körül a várost, valamennyi harcos kerülje meg egyszer, ít, így egy hat napon át. Hét pap vigyen, hét kosszarból készült kürtöt a láda előtt a hetedik napon hétszer kerüljétek meg a várost, a papok pedig fújják meg a kürtöket. És ha majd hosszan fújják a kosszarvakat, ti pedig meghalljátok a kürt szavát, törjön ki hatalmas csatakiáltásban az egész nép. Akkor le fog omlani a város kőfala, és a nép bevonulhat mindenki egyenest előre. És meg is történt a későbbiekben mindez, amit olvastunk. és a mai üzenet az már arról szól, hogy József az ígéret földjén volt. És nem tudom, hogy hol vagy, és ez lesz a mai üzenetnek a fő kérdése, hogy te hol vagy? Az ígéret földjén vagy? Vagy valami egészen más helyen? De azt olvassuk, hogy József, amikor elérte az ígéret földjét, és szembesült a legnagyobb kihívással, és képzeljétek el, hogy átkelt a Jordánon, a Jordán már zúg mögötte, itt vannak az emlékkövek, föl se fogta még, hogy mi történt, most kezdi emészteni azt a csodát, amit Isten megadott, és elsétál pár kilométerre, odaérkezik Jerikóhoz, ami egyértelműen az első hatalmas nagy akadály, az első félelmetes ellenség. Amikor Józsué Jerikónál volt, föltekintett, és látta, hogy egy férfi áll el előtte, kivont karddal a kezében. Lehet, hogy Józsué az őrei, a serege nélkül, a legjobb katonai nélkül egyszerűen csak egyedül akart menni, egy kis időt tölteni ott a környéken. Bizonyos, hogy egyedül volt. Miért? Mert a vezérrel szembe ott áll valaki kivont karddal. És József megkérdezte, közénk tartozol, vagy az ellenségeinkhez? És nem veled befejezve a kérdés, és ez a kérdés egészen biztos, hogy tudjátok, mit jelent? Mondd meg, hogy közénk tartozol, vagy az ellenségeinkhez, mielőtt végzek veled. Hiszen ki az, aki kivont karddal, mer szembe állni Józsefével, a vezérrel? Ha közéhéjük tartozott, neki akkor is vége lett volna. József ott állt, szembesült azzal, a válaszszal, amire nem számított. És annyira csodálatos, amikor ott vagy az életednek egy fontos helyzetében. Ott vagy életednek az aktuális kihívásában, akár félelmetes, hegy, hegymagasságú ellenségeivel, vagy, vagy mércéivel, problémáival, fájdalmaival, úgy érzed, megvan, tudod, hogy Istennel hogy harcol, ki van veled, hogy van veled, és már, már, már kész vagy neki menni, és így hirtelen Isten úgy megjelenik, és észreveszed, hogy hoppá, azt mondja, ez egy szent hely. Miért? Mert én már itt vagyok. És tudjátok, kétezer évvel ezelőtt Jézus ezt a földet taposta az a láb, ami most leér a földre, a talajra, valakinek mezít láb, valakinek cipőbe, ez már egy megszentelt hely lett. Jézus legyőzte, legyőzte az ellenséget. Jézus győzelmet aratott, azt mondja, enyém a hatalom menjen és földön. Te neked, ha újjászülettél, te neked, ha Isten gyermeke vagy, az ő serekébe tartozol, ő itt van, kivont karddal, győztes királyként, bárhol is fagy, szent hely és az ígéret földjén sétálsz. Ettől még tel is tele van ellenséggel, tel is tele van magaslatokkal, tel is tele van olyan helyekkel, melyek veszélyesek lehetnek rád, de van veled valaki, aki győztes, aki előtt leborulhatsz, és átadhatod magadat neki. És el is kell fogadnod, hogy szükséged van rá. Mert csak ő képes arra, hogy azt, ami előtted áll, abban előtted járjon és segítsen. Láthatjuk, hogy Istennek 40 éve volt arra, hogy fel, fel, elkészítse a tökéletes tervet. 40 évig várt arra, és minden mindent megálmodott. Jerikó bevételét, ahogyan majd ez el fog pusztulni, ez az első ellenség, gyönyörű szépen leírta a hogy mi fog történni. Isten ott van az életedben. És biztos vagyok benne, hogy jól látod, hogy vannak óriási kihívások. Félsz az egyetemtől, félsz attól, fölvesznek-e, és ha fölvesznek utána, mi lesz? Én is nagyon paráztam, és joggal, de hála az Úrnak, hogy ott is velem volt. Tarthatsz tőle, hogy sikerül majd, sikerül -e majd megtalálnod a társadat, akit kiszemeltél, az az Istennek tetszője, a számodra megfelelő személye. És jogosan aggódhatsz. Jogosan, hiszen láthatjuk, hogy nem mindegy. De csodálatos vezérünk van. Egy erős és tökéletes uh, Istenünk van, aki előtted jár. És hadd bátorítsalak azzal, hogy hihetetlen csodába van részed. Hogy reményteljesen állhatsz a jövő felé. Hogy nem egy reményteljes, egykor majd remény, reménységgel teli jövő áll előtted, hanem az ígéret földjén vagy. Nem egyszer eljön majd hanem ha újjászületél, akkor már üdvösséged, akkor már örök életed van, akkor már te Isten gyermeke vagy. Hogy ez már megtörtént. Hogy az, amit meséltünk, amit, amit, amit elmondtam tegnap is, hogy ami, ami Ábrahám életéről szólt, ami Izsák életéről szólt, ami József életéről, ami, ami Dávid életéről, ami Jézus életéről szólt, egészen mai napig történik, és ez a tiét. Itt és most és ott vagy egy harcmezőn, ott vagy az ígéret földjén, ami még nem a mennyország. Ez a rossz hír. Ez a rossz hír, hogy ne is várd azt az ígéret földjét itt a földön, ahol minden tökéletes. És mindenhonnan a méz és a tej a szádba. Hanem bizony, ez egyszerre még puszta is. Egyszer van jelen mind a kettő az életünkben. De egy győztes vezére. És nem mindegy, hogy az ígéret földjéről nézed a várat, az ígéret földjéről nézed azt, ami tornyosul előtted, vagy esetleg belülről, belülről veszte égettő körbe a fal. És bármi is legyen a te életedbe, ami esetleg erre utal, akkor hadd bátorítsalak, ismételten Józsué könyvéből a következő, a következő személy történetével. Volt egy ráháb, egy parázna nő, aki ott lakott, Jeruzsui, ott jer Jerikóban, és úgy döntött, hogy pogány létére, távol az úrtól, csak azt hallott, hogy van egy nép, van egy nép, akik között valami csoda történt, és azt mondják, van egy istenük a távolból, a semmiből megragadta ezt a hitet. Élt élete egyetlen lehetőségével. Egyetlen egy lehetősége volt. Amikor Józsi kémeket küldött előre, és úgy döntött, hogy elrejti őket. Mert meglátták őket, és meg akarták őket ölni, és ráhába az életét kockáztatva úgy döntött, hogy él élete egyetlen lehetőségével, amikor Istenben bízhat. És amikor úgy döntött, hogy hitben jár, és rátette az egész életét erre az egyetlen egy döntésre. És nekünk hányszor megadhatik a lehetőség? Hányszor van lehetőségünk arra, hogy éljünk még azzal, amit Isten elénk hoz? Ráhábbnak egyszer volt, de azzal élt. És Ráhább, és az ő családja élete volt az egyetlen Jerikóban, akik megmenekültek. És tudjátok mi az elképesztő habatortán a történetben? Hogy te később tudjátok, ki lett ez a ráháb? Jézus felmenőinek egyike. Ráháb egy parázna, pogánynő, a legesleges, -leges, legutolsó ember, akire gondolna valaki. Hogy került bele? Hogy került bele ebbe a tökéletes vérvonalba? Tökéletes vérvonalba. Nincs tökéletes vérvonal. Nincs tökéletes ember egy se. De van egy tökéletes Istenünk, aki bármilyen életet is van, bárhol is vagy, a leges, leglehetetlenebb halára ítélt sorson, Jerikó közepén, ott volt, pillanatok, pillanatok múlva, napok múlva már mindenki meghalt és Ráhábnak jött életének a egyetlen lehetősége, és élt vele. És máig beszélünk róla. És tudjátok, óriási csapda, azt látom, a mai generációnak, de talán mindenkor is, hiszen Jézus nagyon sokat tanított erről, amikor, amikor azt gondoljuk, hogy csak az a veszély, ha Ráhább vagy. Ha Istentől nagyon-nagyon messze vagy, és olyan vagy, mint a tékozló fiú, aki elment otthonról. És nem tudom, hogy egyike vagy azoknak, aki én is vagyok, és tudok lenni, hogy én nem vagyok ráhább. Én az első szülött fiú vagyok. Én ott vagyok apámmal. Én a jó fiú vagyok és felemész bennünket a vallásosság. És észre se vesszük, és ugyanolyan falakat emel. Tudjátok miért? Mert már nincsen velünk ott Isten. Mert ugyanolyan messze volt a tékozló fiúnak a bátyának, az első fiúnak a szíve Istentől, mint annak, amelyik eltávolodott. Nemrég olvastam egy könyvet, és hadd helyezem a szívetekre, ha egy kicsit is úgy érzitek, hogy ez az üzenet nektek is szól, vagy titeket is érint, Tim Kellernek a Tékozló Isten című könyve, hihetetlen és jó hírem rövid könyv, és nagyon-nagyon szembesített azzal, hogy mennyire hiú és vallásos ember lettem én is. És ez téged is kísért. Nem, hogy azt hitt, hogy a gonosz az szomorú, hogy, hogy egy Franko-baptista vagy, elégedett, Number Van. Ő azzal vígan van ha mindeközben Istentől távol vagy. De amikor a kivont karddal él éled az életedet, amikor újra és újra azzal szembesülsz, hogy ki, ki vagy te, és Isten megszólal, hogy én vagyok, na, az nem tetszik a gonosznak. Ott el, ott el kell fusson. És hidd el, hogy bármelyik helyzetben is vagy, legyél nagyon távol Istentől, egy messzi-messzi falak között. Krisztus megszabadít. Ott van egy tökéletes tervel. Ott van, és csak várja, hogy hidd el. Erezd le a vörös vonalat. Mutasd meg, hogy hiszel. És ha táborban még nem hoztad meg ezt a döntést, de Isten most még csábít, hogy hidd el, nem tudom, hány lehetőséged lesz még, de élj a lehetőséggel. Rábnak csak egy volt, de élt vele. De ha ott vagy, és úgy érzed Isten királyságában, de valahogy mégiscsak a falakat látod, rombod le azokat a falakat. Menj ki onnan. Menj ki a pusztába, kell. És keresd meg Isten jelenlétét. Vágyakozzál rá. Ismerd be, hogy hibáztál. Ismert be, hogy bekeményítetted a szívedet. Ismert be, hogy már távol vagy tőle. Hol vagy? Merre jársz? Az ígéret földjén? Vagy valahogy egészen máshol? Életemnek egyik legnagyobb, legnagyobb ajándéka, pillanata, élménye lehetett, hogy feleségemmel elmehettünk Ferőer szigetekre, ez is egy kép Na, nem én lőttem, netről van. És képzeljétek el, hogy ez a semmi közepén lévő gyönyörű szigetek, akik legyőzték a Fradit. <laughs> Sajnálom, nem vagy fradidúkker, úgyhogy uh, bocsánat. Szóval több bárány él ezen a szigeten, mint ember. És amikor autóztunk, sétálgattunk, bárányok legelésztek össze-vissza. Össze-vissza. És annyira, annyira hihetetlenül ott volt előttem egy ilyen ígéretként, hogy na igen, egyszer majd ez lesz. Egyszer majd lesz egy olyan ígéretföldje. És néha az életünkben vannak szak, időszakokon, amikor Isten így megvéd bennünket, és elvisz bennünket egy védelmezett jó helyre, ahol nincsenek szöges drótok, ahol szabadon járkálhatsz, az a tiétek. És hogy mondja, szabadon járkálhatsz ki be, mert vigyáz rád. De most még az életünk java részét vigyázással és figyelemmel kell élnünk. Harcban vagyunk. Az ígéret földjén vagyunk, de harcban állunk. És ez a harc, ez már másokról szól. Isten elvihetne téged innen, és megérdemelnéd. Nagyon szeret téged, és azt ő örülne a legjobban, ha már vele lehetnél szabadon, a mennyben, és, és lehetnél, lehetnél az ő jelenlétében minden nehézség és rossz nélkül. De küldetésünk van. Küldetésünk van, mert még nagyon sok testvérünk, nagyon sok bárányunk el van tévedve. És miattuk vagy még itt, ahogy téged is megmentett, ahogy neked is kegyelemre volt szükséged, még nagyon sokan másoknak is. És miattuk, miattuk még vigyáznod kell. És megélded az életedet úgy, hogy érzed, hogy Jézus vigyáz rád. Hadd olvassam el nektek, és úgy érzem, hogy föl kell olvassam a teljes igeszakaszt, amit Jézus főpapi imádságának ír a Biblia. És nagyon-nagyon erősen összefoglalja, hogy Jézus miért jött el érted hogy miért lehet most az életed reménységgel teli módon az ígéret földje, itt és most. Nem tudom honnan jöttél, nem tudom milyen körülményekből, de tudom, hogyha hitben élsz, hogyha Isten gyermeke vagy, az az ígéret földje. És győztes vagy. Mert egy győztes vezér jár előtted, aki nagyon szeret téged. És ez a vezér szól a következőképpen erről. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt. Atyám, eljött az óra, dicsőíts meg a te fiadat, hogy a fiú is megdőcsőítsen téged, mivel hatalmat adtál minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket nekiadtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te is meg, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már korábban akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. Tieid voltak, és nekem adtad őket. És ők megtartották a te igédet. Most már tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tőled van. Mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. Én ő értük. Te érted, könyörkök. Nem a világért könyörkök, hanem azokért, akiket nekem adtál mert a tiéd. És ami az enyém, az mind a tiéd. És ami a tiéd, az az enyém, és én megzsicsőítettem ő bennük. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tarts meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogyan én sem a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal. A te ígéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldem őket a világba. Én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentejtelődjenek az igazsággal. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindjárt egyek legyenek, ahogy te atyám én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, melyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy teljesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, melyel engem szerettél, bennük legyen, és én ő bennük. Az ígéret földje itt ebben a világban körbezvesz bennünket. És Jézus maga mondta, hogy nem vesz ki belőle bennünket. Téged is érnek a kihívások, téged is érnek a, a kísértések, a gonosz támadásai, sőt, ami a rosszabb, a saját hibáidnak a következményei. Viszont Jézus nagyon szeret téged. És érzitek ebből, ezekből a szavakból, ezekből az imádságból, hogy mennyire veled akar lenni. Mennyire nem, hogy egyedül. Minden pillanatban az ő kivont kardjával ott áll az életed mellett. És higgyél ebben, és éld meg ezt. És tudjátok, József az én számomra egy igazi példa. Nagyon érdekes, hogy a, a, a Bibliában is olvasható vezetők közül nem sokan élték le úgy az életüket, hogy nem lett volna valami nagy bukás benne. Ő egyike volt azoknak, akik mégis így tettek. És tudjátok, az utolsó szavai árulkodóak. Azt mondta a népnek, amikor már ott volt, elfoglalták az ígéret földjét, már felosztották a területet, már mindenkinek megvolt a kedvenc kis kilátója, hegycsúcsa, ez az enyém, az a tiét, Józsuinak is megvolt az övé. És nem hátradölt a karosszékbe, és kényelmesen lepihent. Most már minden oké, okay. hanem tudta, hogy ettől még vigyázni kell. Mert megmondta neki Isten hogy el kell döntenetek, és életünk minden napján el kell dönteni, kit imádunk. Mert csak ez az, amire nagyon vigyáznod kell, hogy imádod-e az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes erődből. És Józsi azt mondta, hogy döntsétek el, de én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Akkor mondta ezt, amikor már nem kellett de ezt mutatja azt, hogy az ő jelleme kiforrott, az ő élete Krisztusban megerősödött. És emlékeztek a nevére? Óseából, Ózsuéból, Józsué lett. És legyen a te életed is Krisztusban valami egészen más. Legyen bármi is, te legyen benne Krisztus. Szóljon az életed őróla. Legyen a középpontban ő lehet, hogy kapsz valami egészen új nevet tőle. Isten sokszor ezt megadja. Új nevet ad. De az biztos, hogy csak az a név az, amelyen megelégedhetsz, amelyben ott van az ő neve. Amelyben kivont kardjára számítasz, amiben az ígéret földjét, azt, ahol vagy, amit nem kell várnod, hogy majd egyszer elérsz, hanem ott, ahol most vagy, Isten segítségül hívod, és egy gyönyörködik benned, és veled van. Igyekezz azon, igyekezz, és tegyél azért, hogy a te jellemed, a te lelked, a te, a te életed is legyen Józsuéhoz hasonló. Ő egy jó példa. De neki is meg kellett ezt tanulnia. És te neked is meg kell tanulnod. És ne legyél megalkuvó, ne férjen bele semmi. Józsué is követette a hibákat, ő is volt felületes, az ellenség átverte őt is, és veled is megtörténhet. De az Úr kegyelme által hatalmas dolgokat életünk el, és hatalmas dolgokat életünk át. És egy reményteljes jövő vár rád, az ígéret földjén vagy te csak szándod az életedet, megalkuvás nélkül, mert minden nap döntés előtt vagy. Várom most így a dicsőítő csapatod, gyertek, vigyetek, elé, vigyetek újra Isten jelenléte bennünket, és engedjétek meg, hogy még utoljára hadd imádkozzak, értetek. Gyertek, álljatok föl! Hálát adok Istenem, hogy itt van ez a tábor. Olyan jó hallani a bizonyságokat, hogy hirtelen mindenki elfelejti, honnan is jött. A telefonunkat se nyomkodjuk. A gondjaink se terhelnek le. És olyan jó. És köszönöm, Uram, hogy megadod ezeket a pillanatokat. Megadod a te dicsőségednek a jelenlétét sokszor az életünkbe. Várjuk most a dicsőítésben is, hogy újra átéljük, hogy ott vagyunk veled, és, és, és nem is veszünk hirtelen, hogy semmi mást, csak téged. És ez, és ez megnyugtat, ez feltölt, ez megerősít. De Uram, ott vagyunk az ígéret földjén. Ott vagyunk a világban. Úr Jézus itt voltál, és tudod, miről van szó. Ugyanúgy átélted a támadásokat, átélted azt, hogy milyen kísértve lenni, milyen embernek lenni. De nagyon szerettél minket, és nem azért jöttél el a világba, hogy elítélj bennünket. Nincs itt senki a teremben, akit te elítélsz. Itt lennél, és semmelyikünket sem küldenéd ki, vagy ítélnéd el. Hanem ahogy imádkoztál, ugyanúgy imádkoznál érte, értem, és mindegyikünkért most is. Áradna, zúdulna ránk a te szereteted. A te harci erőt, kivont kartként, ott vagy előttünk is fölismerjük, térdünkre rogyunk, és látjuk, hogy te vagy, te vagy a megmentő. És ha az életünk csak akkor lesz az ígéret földje, ha veled harcolunk. És kérlek, hogy rombod le a falakat, rombod le azokat a falakat az, az életünkben, amelyekről tehetünk, amelyekről nem tehetünk amely a bűneink következménye, hogy mások hibáját szenvedjük. Úr Jézus, kérlek, hogy öleld át az én testvéreimet, öleld át ezeket a fiatalokat, mutasd meg nekik, hogy veled, és csak is veled egy olyan reményteljes jövő vár rájuk, amely már itt és most megnyugtathatja őket. Itt és most befogadod őket. A mennyország fiai, a mennyország gyermekei, az Istennek fiának mondanak bennünket, és ez így is van. Uram, innen haza fogunk menni. Haza fognak menni a fiatalok, visszamennek családjaikba, gyülekezeteikbe, iskolájukba, munkájukra. Uram, kérlek, áld meg őket. Uram, kérlek, hogy árazd rájuk a te szent szellemedet. Uram, kérlek arra, hogy a te kivont kardoddal jelenj meg nekik ott is. Mert ott is ott vagy. Mert szent hely, szent hely, ahol te megjelensz. Semmi sem választhat el. Semmi sem választhat el bennünket tőled. Semmi sem választhat el bennünket Isten szeretetétől. Semmi. És mondjátok ezt ki, mondjátok ki, hogy semmi sem választhat el. Jön a gonosz, hogy hozza a gondolatokat, hozza a félelmeket, a terheidet, de nem, nem választhat el semmi sem Isten szeretetétől. Ő erős, ő győzött, és ő szabadít. Te csak hívj benne, és ő munkálkodik. Amen.